Szép napot, köszöntelek benneteket egy új jobb videóban. Éppen itt ez a fehér levelű, halványzöld levelű Caladium Garden White. Van itt néhány bromélia, Monstera Deliciosa. Mindenki könnyezőpálmának ismeri. Lassan ezeket a növényeket már be kell hordani. Ismét egy bromélia, ismét egy Caladium White Wing nevű Caladium. Rengeteg fajtája van ezeknek a kaládiumoknak, nagyon sok helyről beszerezhetők, de én említettem pár videóban, én Lengyelországból szoktam beszerezni őket, az áruk miatt. Colocasia makorhíza, tehát ez a jellegzetes levelű Colocasia. Van itt fehérkála, kurkumák, szingóniumok, monkey leaf, Monstera Adasoni Monkey Leaf. Ismét vannak kaládiumok, néhány darab. Colocasiák, Hallocasiák, Monstera, Philodendron Sellum. Rengeteg féle növény van itt összesorolva, főleg trópusiak. Találhatunk itt nagyobb kaládiumokat is. Colocasiákat, nem kaládiumokat, nagyobb colocasiákat. Itt vannak a bougainvilláim, ami éppen kezd már virágozni, de hát ez már nem lesz virág. Van néhány lyukka. Található egy érdekes növény, ami az utódait a levelején hozza, ezek a sarjikák. Tehát ebből sok fajta van. Sarjika. A leveleit itt hozza, vagy az utódokat itt hozza a levelek végén, ezek lepotyognak és újra hajtanak. Megmutatom egy cserében, hogy hogy néz ki ez. Ott vannak lent, újra hajtanak. Tehát ez egy másik fajta. Virágozni is szoktak amúgy ezek. Sárkányfa. Ez viszont meg már nem sárkányfa, ez egy lyukka, színes levelű lyukka, közte egy éppen elmúró virágú bougainvillea. Monstera Deliciosa, hát ezek nálam örök darabok, bromélia, ismét egy csíkos virágú lyukka, levélkaktuszok, fikusz, ennek éppen nem tudom a nevét. Ezt egy ilyen mencs meg fikusz volt, kaptam, de nagyon lassan nő. Néhány levelet hajt évente. És a sor ismét egy nagy lyukkával és egy Monstera Deliciosával zárul. Nézzük meg ezt az asztalt, mert ezek asztalon vannak, hogy a csigák ne tudjanak felmászni ide. Azért vannak rekeszbe, hogy a szél ne tudja kidönteni. Hát gyakorlatilag egy ilyen rasel háló alatt vannak itt, ez védi őket a túlzott napsugárzástól. És akkor itt vannak a bougainvilleák, még a kisebbek. Lehet látni, hogy utolsókat rúgják a virágok rajtuk, kicsit most locsoltam őket. Némelyik kicsit szomjasnak tűnik, bár most lettek meglocsolva. Illetve éjszaka kapott egy kevés esőt is, de úgy látszik az kevés volt. És hogy egy kicsit ne csak a trópusiakat nézzünk, a magyar kertekből ugye, nagyanyáink kertjéből nem hiányozhattak ezek a flokszok sem. Gyönyörű, hatalmas, nagyvirágú floksz. Tehát ezek nem hiányoztak nagyanyáink kertjéből. Itt van egy rózsaszín virágú is. Illetve a gaura, ez nem nagyon volt nagyanyánknak, de nekünk már van. A rózsaszín virágú floksz. Ott is egy flox. Ennek nézzük meg, milyen hatalmas nagy virága van. Gyönyörű. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. További szép napot kívánok mindenkinek. És kertészkedjetek, védjétek a növényeket. Hamarosan be kell őket költöztetni. Úgyhogy további jó kertészkedést kívánunk.
Sziasztok!